Hát szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek reggel van, és hát természetesen Café Light, és hát ma reggel ugye, ami nagyon-nagyon fontos, és már említettem is, a mulatós lesz a fő téma, és nem csak hogy lesz, hanem az is, hiszen a vendégünk már ugye az első vendégünk meg is érkezett hozzánk, Koncsár Sándor személyében, vagyis Sanci. Hát szia, Sanci! Szép jó reggelt kívánok, szervusz, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Arra lennék kíváncsi igazából, hogy... hogy mennyire nehéz mondjuk egy mulatós témába belekezdeni. Én egyszer, tudod, hogy ismerkedtem meg ezzel az egésszel? Igazából ez a modern mulatós történettel. Én egyszer voltam fellépni, azt hiszem, hogy talán Bükkábrányban, és ott volt a Kacor Feri. És fogalmam nem volt ki az a Kacor Feri, és mondtam mindenki, hogy jön a Kacor Feri, mondom, jól van, nem tudtam ki, az el nem bírtam képzelni, majd végül felmentem a színpadra, és mondtam, hogy megelevenednek a magyar népmesék, hiszen itt van velünk a Kacor Feri, vagyis a Kacor király, úgyhogy milyen jó lesz, hogy nekünk, majd lejöttem, és megkérdeztem a Feritől, hogy figyelj, mit mondhatok erről, és azzal van 12 nagy lemez, ami olyan van, de életemben nem hallottam róla. Viszont összerakott 12 nagy lemezt. Tehát, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű kihozni egy-egy nagy lemezt, illetve mulatós sztárnak lenni. Hát nézd, relatív, mennyire nehéz, mennyire könnyű ugye az, hogy mulatós sztár, hát nem is tudom, nagyon-nagyon terített a piac, ugye rengeteg mulatós előadó van. Hála az Istenkének, van, aki jó, van, aki kevésbé jó, az mindenkinek a magánügye. De mégis ez hogy alakul ki, hogy te elmész, lagzik be a zenén, és egyszer felfedeznek? Vagy elkezdett hát, magadnak van ez a része. Én 8 éve zenélek, én végigjártam a ranglétra minden fokát, kezdtem a vendéglátó zenézéssel is, és így folyamatosan építettem a pályámat, a karrieremet. Majd van a másik véglet, amikor ugye egyik napról a másikra valakik által fölkarolt emberkék ott vannak és csinálják. Értem. És te melyik betartozol így? Én mindenféleképpen az elsőbe. Ja, az elsőbe. Végigjártam a ranglétrát. Mai napig is vendéglátózom, nem szégyellek odaállni a billentyűk mögé, játszom szintetizátoron, magánének szakon végeztem. Tehát ezt látom reálisnak. Végig kell járni a lépcsőfokokat, meg kell tapasztalni az éjszakázást. Nekem a Rudán Joe besélte egyszer, hogy hát azt mondja, hogy fiam, mi akkor lettünk a P-mobillal nagyok, amikor mentünk és kocsmáról kocsmára így szereztünk van, magunknak nevet, és azt mondja, hogy vannak, akik egy műsor alatt szereznek nevet, de az olyan is. Így van. Valaki 20 év alatt szerzi meg, de az ott marad a pályán. Így van. Tehát tanulni kell, kitartónak kell lenni, és mondom, rengetegszer el kell menni vendéglátózni, csinálni kell, és én ezt az elvet vallom, végig kell járni. És Sanci, figyelj, az a helyzet, hogy te is egy billentyűvel állsz ki, és tolod a dolgokat, vagy neked van valami más felállás is? Nem. Tehát egyedül járok, vagy van két táncos lányom, néha el szoktak jönni. Ja, úgy nyomod a dolgot, hogy a fél playbackről. Így van, fél playback műsor csinálok, 40-50 perces műsorokat, majd amikor van rá felkérés, akkor természetesen nem szégyellem, nem esik le a pecsétgyű az ujjamra, ha be kell állni a billentyűk mögé, és esetleg egy 8-10 órás időtartamba szórakoztatni a tisztelt megérteni. Én ugye járok így bőfékedni, vagyis hát úgy bőfékedni, és hát tudod, én amúgy színpadi speaker vagyok, és egyszer sikerült összehozni az egyik fellépés, hogy örült egy hölgy, és mondta, hogy annyira szeretné, hogy én lennék a vőfélzés, de mondom, életemben nem csináltam ilyet, sőt, mondtam is neki, hogy én ilyen verseket nem fogok mondani sose, tehát hogy én ebbe a szövegelős, magam hangulatcsinálós dolgába megcsinálgatom a dolgot, de azt, hogy én most ezeket a régi verseket elmondogassam, ez úgy nem hiszem, hogy ez az én stílusom. És úgy nem érdekli, csak megyek. Sikerült írdatlan nagy bulit csinálni, és azóta rengeteg felkérés van, hál' Istennek, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy mindig leülök beszélgetni így a zenekarokkal, meg ugye a fotósokkal, egyébként is hihetetlen sztorikat mesélnek, és volt egy zenekar, akikkel leültünk beszélgetni, és mondták, hogy hát ők a mulatósban jelen, hogy a lagzi zenét csinálnak folyamatosan, és elmentek egy roma lagzira, és mondták, érdeklően jól érezték magukat, mert hogy tényleg minden volt, ami csak létezik, tehát jól volt, és akkor hajnal 3 felül kezdték már lassítani a dolgokat, hogy na akkor majd lassan pakolás irány haza, mire egy ilyen Garga Pitics-szerű úriember felment a színpadra, és hátba vágt őket, gyerekek, irdatlan jók vagytok, de ha lejöttök a baltát, átatóbb állítom. Úgyhogy reggel 8 órakor mi bőven húzták azért a talp alá valót. Nálad mennyire fordul elő ilyen, amikor azért 10-15 órákat le kell zenélni és mulattatni? Abszolút, tehát volt erre példa nem is egyszer. Hát a vendéglátózás erről szól. Tehát ott 8-10 órás időtartamban, 12-ben, lagziban, 14, ugye ott ki kell szolgálni, kutya kötelessége a zenésznek, a zenekarnak kiszolgálni a közönséget. Ugye azt szoktuk mondani, hogy lagziba, ha visszatérünk a vendéglátózásra, két dolog múlik a lagzin, ugye, a zene és a kaja. Tehát onnantól kezdve a többi az már csak körítés. Meg a vőfé. Így van, a vőfét is. Nagyon fontos. Vőfét se hagyjuk.
mondjuk. Én voltam olyan lagziban, ami nem volt bőfej, botrányosan rossz volt egyébként. Nem volt hangulat. Nem, nem, de nem tudta az ember, csak üldögélt ott, jó evett, mert ízlett neki az ennivaló, meg el volt, de... És tudod, a zenekarnak is jóval nehezebb onnantól kezdve hangozni, mert hiába játszik a zenekar, mindig ül. Van egy mankó, ugye, van egy felvezető, igen. Ugye. Hát meg én mondjuk megszoktam azt csinálni, hogy olyan játékot csinálok, amiből már muszáj táncolni, és onnantól kezdve a zenekar jól megfogja a dolgot, akkor ugye ott maradnak. Abszolút, táncolni, persze. És buli keletkezik. Meg hát ugye a bőfé dolga itatni az embereket valamilyen szinten, és úgy oldódik a gátlás. Maguktól, igen, 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 tehát úgy oldódik a gátlás is egyre jobban. Ez általában egy nagyon fontos szerepkör egy lakodalomban. Sok lagzin voltál egyébként? Tehát lagzira jártál? Hát az elmúlt egy-két évben már nem jellemző, de 3-4 évvel ezelőtt igen, elmondhatom, a sok lagziba volt része, hál' Istenbe. Tehát... Azért az nem semmi egy ilyen... Nem, van kemény. Egy fotós barátom, már herótja van egyébként a lagzira, ami mindig ugyanaz végtolni. Nekem nincs vele baj, én nagyon-nagyon szeretem. Tehát ilyen őszi időszakban ugye, hogyha ha nincs 40-50 perces műsor a felkérés, akkor bár hála jó Istennek az utóbbi időben ez már ritka, de mai napig is eljárunk bálokba, lakodalmakba, előfordul. Nem annyira, mint régen, de előfordul. Sok lagziba mindig vannak érdekesek. Volt valami olyan sztori, ami úgy megmaradt benned? Hát Isten, igazából ezzel megfogtál, biztos, hogy sok ilyen van, de nem jut eszembe sem. Volt egy hasonló, ezen az esküvőn én is ott voltam, amikor a zenekar hát végülis húzta ez a jó pörgős számokat, és ilyen ugráló zene volt nagyon, és volt az első sorban egy ilyen, hát egy menyecske, akinek enyhén úgy volt felhúzva a keblére a ruha, hogy gyakorlatilag majd kibudjant belőle minden, majd ugye az egyik gitáros ugye jelezte a billentyűsnek is, hogy olyad, mert hogy hadd ugráljon, hát ha leesik róla, leesett róla, úgyhogy a nagy csupasz kebel gyakorlatilag ott volt, csak annyira meglepődött ugye a gitáros, hogy ez sikerült, hogy fellökte a billentyűst, aki előre dőlt a színpadról a billentyűvel együtt, és nagy csönd volt az esküvőn, állt a gitáros a színpadon, feküdt a billentyűs a billentyűn, és közben egy hölgy, akinek kivoltak a keblei. Érdekes volt a szituáció. Ebben nem vőféketem, csak ettem, de vagyunk torkomon akart nekem is a falat, teljesen jó volt, illetve a legjobb, amikor tört belóg az ember egy lagzira, majd csináltam hasonlót, amikor belóg olyan 11 óra fel, úgyse tudják már, hogy kiről van szó. Persze, megkérdezik, igen. Hogy a mennyasszony rokona, vagy nem, a vőlegény, és akkor teljesen korrekt. Nem kérdezett ott a kutya se semmit, sem. Egyébként mindenkivel haverkodtunk, beszélgettünk, egy haverommal voltunk, sőt, még a menyecske táncot is táncoltunk, úgyhogy teljesen jó volt a dolog, de ezek a legjobb bulik talán. Jó, figyelj, tehát akkor végül is esküvőkre jártál, vendéglátózni jártál. Én járok is, igen, most ritkán, is. De előfordul, így van. Milyen fellépéseid vannak egyébként? Tehát hogy alakultál át abba, hogy kimenjél fellépni, színpadolni, táncos lány? Hogyan válogatod a táncos? Van pamlag, meg hasonló? Nem, elmondom. Tehát ugye 8 évvel ezelőtt, mint említettem, kezdtem ezt az egész zenés dolgot. Hány éves vagy most, Jöci? Most 31. Későn élő típus vagyok. Hát gyerekkorom óta, tehát gyerekkorom óta imádom a zenét, ugye, de mint én faluhelyen nőttem fel, és mint jó falusi magyar szokás szerint édesanyám azt mondta, kisfiam, kell egy szakma. És miután szakmát tanultam, utána visszatértem. Igen, mi a szakmám? Az én szakmám pék. Ez teljesen jó. Úgyhogy szoktam mondani viccesen, hogy ha a zene nem jön be, még péknek mindig jó lesz, a kenyér az mindig. De miért lehetne neked is ilyen neved, ilyen kovászolós sanc? Igen, gondoltam rá, de valahogy az nem az én asztalom. Nem? Nem. Hogy valami hasonlót össze lehetne hozni. Ez kimaradt. Tehát maradunk a sancén. Három éves koromtól így hívja édesanyám, hogy apám volt az öreg Sanyi, én pedig a sanci, tehát így lett sanci, semmi művész alul nincs mögötte. Tudod, így Bunyós Pityú után szabadon, vagy Postás Józsi után, ez lehetne. Van sok ilyen művésznél, igen, a kollégák. Hát ő nekik ez így jött be, így ezt szeretik, én nem. Lisztes Sanyi. Persze, ilyen is van, akár én is lehetnék akkor a Pék. Komolyan van ilyen, hogy Lisztes Sanyi? Lisztes Sanyi, igen. Lisztes Krisztián is, mert csak az emélyek. Előadó, igen. Ez teljesen jó. A nagy közönség is ugyanára ismeri, rengeteg szeretem. Ez jó. Szóval, tehát mikor én elkezdtem ezt az egész dolgot, tehát én céltudatosan arra afelé fordultam, hogy nem szeretném ezt a vendéglátózás sos dolgokba sokáig benne maradni. Én céltudatosan 40-50 perces műsor, kiállni közönség elé, nagy közönség és stb. És erre vágytam. Majd jött ugye az unokabátyám is zenész, és mondták nekem ugye a nagy öreg zenészek, hogy zenei képzettség nélkül nem lehet kiállni színpadra, vagy legalábbis nem illik. És beláttam, hogy igazuk van, így elkezdtem a vendéglátózást, elkezdtem tanulni, de ezzel párhuzamosan már 8 évvel ezelőtt is több falunapra és egyéb rendezvényre hívtak, mint lakodalmakba.
Én mondom, mai napig is nagyon szívesen minden kérésnek eleget teszek, eleget teszünk, de Isten igazából a 40-50 perces műsorokkal járjuk az országot, sőt a környező országok településeit is, szóval ezt jó, csináljuk. Jó, álljunk meg itt egy picit, menjünk zenélni, és akkor utána pedig természetesen jövünk vissza, és akkor kíváncsiak vagyunk még nagyon-nagyon sok mocskos részletre, úgyhogy kíváncsiak leszünk rá, úgyhogy mindenféleképpen elmegyünk egy kicsit zenélni, akár szerintem lejátszunk tőled is egy számot, és akkor utána pedig jövünk vissza, jó? Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jelen pillanatban az a helyzet, hogy ez itt a Café Light, és benne pedig a Színva Rádió, én pedig Vajtó László vagyok, velem szemben pedig a mulató zene egyik, mondjuk úgy, hogy Borsod megyei képviselője. Hát talán mondhatom, igen, örülök neki, hogy talán. Barcika, igaz? Edelénybe lakom. Edelény, a Kazincz Barcelona mellett. Így van, Kazincz akkor... Barcelona, az a főváros. Az a főváros, igen. Meg itt a San Francisco van, mellettünk, ami amerikai város, és hát Koncsár Sándor vagy, és Sanci a vendégünk. Mondjad, hogy? Kancsár. Miért mondok én koncsár? Nem tudom, mindenki így mondja, de hát ez nem a te hibád, de ha ezt mondasz, hogy Kancsár Sándor bemutatkozom, nem tudják, hogy ki vagy. Egyébként van egy kolléginám, aki, hát tudod, ami nagy volt ez a, hogy hívják ezt a fazont, a Tabán, vagy Tobán, igen? István, Istvánnak hívták. Tabán István. Tabán István is. Felment a színpad, és itt van velünk a Csillag születik sztárja, Tabán József. Vagy István, vagy mi? Az a lánykori neve. Igen. Jó volt, mert azóta sem tudjuk, hogy hívják, úgyhogy teljesen mindegy. Ahogy jött, úgy ment is. Tehát, ilyen ez a lecsó általában. Ilyen, lecsó. Igen. Jó, hát igen, ilyen is van. Jó, Sanci, figyelj, azt mondtad, hogy te végül is a lépcsőről a lépcsőre érted el azt, amit elértél. Jársz turnézni, fellépni, volt megaturni, Amerika, Kanada, minden, ami csak létezik. Azért Amerika, Kanada kimarad, de a szomszédos országokban, igen. Például, mert Spanyolország, Portugália. A szomszédos ország, de Szlovákiában rendszeresen járunk, Szlovákia, Erdély, tehát. De zenélni jár Szlovákiában. Jó. Nyugutass meg, hogy nem teljesen. Másrészt, azt nem merem most mondani. Nem az olcsó szappant hozod. Te a határon, mert még a végén a vámis pénzügyőrök elkapnak azért. Nem mondunk ilyeneket. Figyelj, tehát a kérdés az volna igazából, hogy sokan ugye úgy kezdenek mulatósra, hogy feldolgozzák a Lidi nénit, meg a, nem is tudom, mit szoktak még ilyenkor ezt a, várjál, mindjárt mondom, a Macskajajnak a filmzenéjét, ugye azt hiszem, hogy talán Boban Markovics. Illetve hát azért itt a MC Haver és a Technő, beszéltük is egyébként mikrofonon kívül, hogy a valami, hogy is volt ez a hosszú fekete haj, meg a, abszolút, a cigánylányos töltek, még ilyesmi. Te is ennél kezdted a dolgot, vagy van a saját számod, hogyan íródnak ezek a számok? Én nekem mindig, hogyha ilyen számokon, mindig a temető, meg a szerelem az, ami benne van, meg az anyám valahogy. Ez mennyire jellemző? Nagyon fáj, sírok a temetődnél, édesanyám, igen. Tehát általában ilyen számok keletkeznek. Jó, mondom, igen. Ugye, nagyon. Tehát komolyan, tehát miért pont e körül fonódik mindig a dolog? Vagy a gyönyörű lány fekete hajjal elhagyott, mert más szeret meg. Talán ez az adható. Nem tudom, hogy nekem is vannak egyébként ilyen dalaim, tehát hozzáteszem. Remélem, le fogod adni. Na most, ha leadunk egy ilyet, azért szeretlek, tehát halálom is benne. De valóban, tehát nekem is vannak olyan dalaim, olyan feldolgozások nyilván, amiket már előttem 88 ezeren megcsináltak, ugye azt tapasztalom én is, hogyha egy olyan dallal kijövök, ami talán kevésbé ismernek, vagy egy saját dallal, ugye egy adott településen, falunapon néznek rám, és nem tudják hova tenni ugye a dalokat. Tehát azt tapasztalom, hogy ismert, régi, jól megszokott magyar, tradicionális dalokkal lehet Isten igazából nagy siket adni. Aztán, hogyha ott vagy rengetegszer a tévében, rádióban, és adják a dalaidat, minél ismertebb vagy, annál több saját nótát lehet beletenni. Azon nevetek mindig, hogy hát vannak ugye fiatal zenekarok populáris rock zenei szinten, és hát ugye elmennének saját számokkal fellépni, és hát nem tud egyébként egy magyar kis zenekar attól szabadulni, hogy tudod, egy elsősorban valami szőrös, félcsupasz csávó neki majd, hogy játszatok már a Hey Cigányt, meg a hosszú fekete hajt, meg a
Meg a kör közepén állok, ott nem tudjátok. Így van, számtalan szóta passzol. Hiába hiszelnek annak a saját számot, ezt játszad már, hát ez mi? Így van. Körülbelül. Tehát a magyar nem kíváncsi az újra sajnos. Nem, nagyon csak nehezen, akkor, nagyon igen, nehezen nem észtik. Csak igen, akkor, hogyha azt a Fábris anyja adja le. Tehát, hogyha ő leadja, akkor jó lesz akkor az jó, is. Igen. Hát igen, a Fábris anyjának már megvan a neve hozzá, hogy ő lehathatja. Tehát ő leadja, akkor nagyon jó a szám, akkor hát, mert a Fábri úr is játszott. Azt mondom, hogy otthon vagyok a kursban. Szóval az úgy működik. Amúgy pedig nem. Tehát, hogy amúgy, de miért nem? Hát meg nem mondom neked, nem tudom, de én is ezt tapasztalom, hogy én már egy-két saját nultát belemerek csempészni a 45-50-45-50-es talán nem vernek meg, talán nem vernek meg, érte? De képzeld el, elmondok neked egy sztorit. Ezelőtt, egy 3-4 évvel ezelőtt történt, elmentünk egy falunapra, volt velem az egyik kedves barátom, aki szokott velem járni haknizni, és ugye szintetizátoron kísérést, és tényleg élőben elkezdtük nyomni a burit, nyomtuk az ilyen-olyan jobbnál jobb tüpszi-tüpszi nótákat, amiket én egyébként nagyon kedvelek, majd láttam a közönség összetételét, hogy többnyire 50 fölöttiek. Mondom, akkor egy-két esetleg Máté Péter, egy-két ilyen örökzöld, és akkor ugye rögtön jöttek a fiatalabb generáció, fogalmazunk ki, úgyhogy majdnem megdobáltak paradicsomban. Mit akarsz te itt? Ez komoly. Komolyan mondom, úgyhogy visszatértünk a hosszú fekete hajra, egyébként a legyik legnépszerűbb nóta szerintem. De ugye Máté Péter, senkinek nem kell bemutatni a kedves hallgatóknak, hogy ő ki volt, meg mi volt, meg a munkásságát, és egyszerűen ezt tapasztaltam, hogy egy falunapon nem vették. Egyébként az mennyire lenne jó, hogy tudod, így elmegyek, visszajöttem, és akkor talalala. Rövid reklám szeretném. Jó, teljesen jó, ezt tetszik. Na, hát akkor ilyen is van néha, ennek örülök. Egyébként hát azért falunapokon mindig tudja, ezt most nem ide tartozik, és nem a mulatóshoz, de ezt muszáj elmondanom, ez egy kis intermezzo, és annyiszor hangoztattam már. Az egyik településen, nem mondom hol, átadtak egy díszpolgári címet egy hölgynek, akinek ugye nem is neki adták, hát a férjének, aki meghalt 14 éve, nem, direkt nem akarom mondani, pontosan, hogy valaki magára ismerjen. Ott államtitkár úr, polgármester, mindenki klakba, frakba, díszpolgári. Magyar, ezért piros fejjel, zöldel van, minden, ami csak létezik, hölgyem, így feljön, ezt én magamra. Gratulálunk Marika néni, hát a férjének akkor egy posztumusz díjat, díszpolgári címet, néni odáll a mikrofonhoz. Köszönöm szépen, még kellett erre 14 évet várni? Mocskok! és ezzel lement. Ezzel mit csinál az ember, ugye, színpadon? Tehát ilyen van. Egyébként lehet, te is így jártál ezzel így a dologban. Ugye, tehát igen, nem forgatókönyv szerint. Igen. Tehát ez a Máté Péter dolog, te is azt hasonlóképpen jártál. Na jó, tehát hogy ilyen van néha. De legyen is, hát ez semmi probléma, az emberek tudni kell legközel. Ez így a vendéglátós szakma, ugye ott vagy egy éjszaka 8-10 órát rengeteg emberrel találkozol, ugye, és akkor megtanuljuk. Igen. Tehát különböző, mikor már az ember hallja ezeket a baromságokat, egy darabig úgy valahogy úgy bosszankodik, egy idő után már csak nevetik. Persze, hajna 3-kor tudod, már a fazekat is összeverheted, az is jó. Olyan mindegy, hogy mit csinál. Akkor eszmélünk az asztalát. Mindegy, mit nyomsz, amikor beállítaná egy autó DJ-t, a Wushi már elvinni a dolgot. Teljesen jó a dolog. Jó, aztán Saci, mi az, amit még szeretnél elérni egyébként? Tehát most már jársz turnézni, hogy jársz turnézni, merre felé látható vagy, mit akarsz ezzel pontosan elérni? Hát nyilván, ugye, amit szeretnék és akarok, hát minél több emberhez eljutni, minél nagyobb közönségnek énekelni, hát egy előadónak, egy énekesnek ettől nagyobb álma és vágya nincs. Nincsen megasztáros, X-faktoros, csillagszületikes vágya esetleg. Nincsenek ilyen afféri, bár megmondom, hogy az igazat, ha megmondva az én karrierem is, nem a 8 évvel ezelőtt, hanem úgymond már a vendéglátós zenét elhagyva úgy kezdődött, hogy tavasszal elindultam én is egy hasonló versenyen, nem hol a X-faktor. Ez a Merci együttes szervezett egy versenyt, és kimittük. Merci, na ugye, úgy mondom, hogy otthon vagy a falat. Csak a csokoládét vágom, szerencsé vagyok. Na, és ezen a versenyen elindultam, ment X ideig, és itt külön díjas lettem, ami azt jelenti, hogy a Merci együttes felkarolt engem, és azóta ők egyengeti igazgatják az én pályámat. Tehát azóta velük vagyok, vannak különböző Mercis roadshow-k, turniállomások, amit hála jó Istennek nagyon nagy sikerrel megyünk és csináljuk. Értem. És most már így benne vagyok én is a médiába.
Értelek. Hát ez teljesen jó. Ugye? Mert most már tényleg legalább azonosítanak akkor ezek szerint. Kezdenek majd. Igen? Remélhetőleg. Még most nem ismer fel a kutyasét, de remélhetőleg. Volt egy kollégám. Hogy van egy, több is volt. Van egy kollégám, bocsánat, aki nem tényleg nem akarom mondani, hogy egy szép hosszú göndör hajjal van, és ilyen stand-up-os végül is. És elment fellépni, és annyira jól esett neki, hogy megismerték, hogy a művész úr, de jó, hogy itt van. Olyan jó, hogy látjuk, mert mindig látjuk a tévében. Sokat nem volt a tévé, de milyen jó, mert már látták. Tehát, figyelj, ugye? Az is valami. Igen, és mondta, hogy jaj, hát milyen jó lesz nekik van, mit fog majd előadni. Hát ez egy kis humor lesz. Ugye? Ének nem lesz. Ének. Hát ez egy stand-up. Jaj, művész úr, tudjuk, mi csak a vicceskedni tetszik vicces. Mindig. Tudjuk, mi Zambó művész úr, hogy énekelni fog. Összekeverték az Árpival. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly kis affér volt ott hirtelen. Előfordul. De igen, igen. Tehát ez mennyire jó, hogy valakit így összekevernek néha valakivel. Megesik azért néha. Erre van egy példa, elmondhatom én is? Na, mondd. Egy-két évvel ezelőtt a Balázs Pali kollégával mondhatom azt, hogy voltunk fellépni, és akkor nem hiszed el, nekem is hosszabb göndörhajam volt, mint a Palinak. 10 perc eltéréssel érkeztünk meg a falunapra. Kiszálltam az autóba, és jöttek ugye az emberek, hogy jaj, művész úr, egyem a szívét, csókolom a kezét, ugye. Hát mondom, nem vagyok én pápa, hogy a pecsi gyűjtni, mert csókolgatják, de marha jól esett, megmondom őszintén. Hát megmondjuk őszintén, magának a negyedik lemeze tetszik a legjobban. Még jelzem, nincs lemezem, de lehetőleg lesz. Csak mondom, kezét csókolom, melyik nóta? Hát a 3-as track. Mondom, nagyon szépen, köszönöm, az nekem is tetszik. Majd a 3-as track? Igen, a 3-as track. Megérkezett rá 10-15 percre a Pali. És figyelj ide, ott körülöttem körülbelül 400 ember, majd megjött a Pali. Néztek, hogy mi most akkor ő ki? Mondom, én az öccse vagyok. Ja, hát maga nem is énekel? De mondom, szoktam. Szóval na, ennyit a összekeverésről, szóval nekem is volt ilyen. A 3-as trac. A 3-as trac, a 4-es lemező. Ez nagyon jó. Jézusom. Hát, szoktuk így mondani, nem? Nem Jézusom. Nem Jézus. Szóval a 4-es lemező, a 3-as trac. Majd jársz, de te is légy szíves. Jó, jó. Hoztam én is lehet. Ez a kicsit így melbe vágott most, amúgy teljesen jó a dolog. Igen. Teljesen jó a dolog. Jó, hát ez egy nagyon jó, menjünk zenélni szerintem. Jövünk mindjárt vissza, jó? Tehát elmegyünk egy kicsit zenélni. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Café Light, és benne pedig ugye a Színva Rádió, és ezt nagyon jól felcseréltem, hogy az valami hihetetlen, hogy így is sikerül kimondani. Vajtó László vagyok, és hát közben pedig menjünk tovább ezzel a jó kis mulatos reggelünkkel, és hát közben Kancsár? Így van, Kancsár jó, Sándor, ugye, Sanci, ugye? Kancsár Sándor. Most jól mondtam a dolgot. Jó. Itt van velünk egyenesen Edelényből, és hát azt tegyük hozzá, hogy egyre híresebb, nevesebb mulatos előadónk, aki ugye töretlenül tör előre a létrán, már a fokok kettesével lépegetve. Már hármasával. Ugye? Annak ide a törökök nyomták így Egervára alatt. Nehogy valaki szurkot öntsön a nyakadba, ugye erre mondta Lajos kollégám, hogy nem szurkoztak, meg háborúztak, hogy csak aszfaltozni akartak, mert sok kátyú miatt azért adogatták le nekik az asszonyok az aszfaltot, a törökök meg kenték bele a dologba. Ugye milyen jó, hogy ott most Egervár alatt most is egyébként szépen le van aszfaltozva. Minden akkor rendesen megcsinálták. Igen. Abszolút. Na, kedves Sanci, az a helyzet, hogy beszélgettünk már most is sok mindenről, viszont ott tartottunk, hogy számokat írsz. Mi alapján írod a számokat? Otthoni élmények alapján, mit tudom, a kutyád kiesett a házból, és kiesett a kutyám a házból, vagy valami hasonló, vagy hogy csinálod ezt? Hogy jönnek ezek? Vannak különböző gondok. Mindig azt szoktam mondani, hogy a dalt az akkor lehet írni, hogyha valaki vagy nagyon boldog, vagy nagyon szomorú. Ugye? Poénkodtunk. Szeretlek, meghalt anyám. Igen. Stb. Sírodnál állok. Sírok, stb. Nézd a fiadra, igen. Igen, ez így működik. Szóval van két segítőm, tehát azt be kell vallani, hogy van két olyan ember, aki nagyon-nagyon jó szövegeket és zenéket ír, és akkor ebből összehozunk egy saját nótát. Tehát nem figyelj, tudsz fejből? Tehát valamit csak így szavalni. Erre mindig kíváncsi vagyok amúgy, mert csináltunk ilyen nagyon régen, pár éve egy pár zenész kollégám, hogy néha összeültünk, és az volt a lényeg a dologban, hogy
dalszövegeket írtunk, de nem énekelhettük el, hanem csak verselve lehetett elmondani. Pont annak érdekében, hogy ne az legyen, hogy háromsoros dalszövegek vannak, hanem rendesen strófákba szedni és verselősen, és szavalni kellett a dalszöveget, amiket megírtunk. És akkor, hogyha el tudtuk szavalni, akkor megcsináltuk zenésítve ezt a dolgot. És mindig kíváncsi vagyok erre. Zeneszerző vagy ezek szerint? Zeneszerző nem, mert hogy fülem az nincs hozzá akkor egyébként, de szövegeket írok. Igen. Egyébként mit tudom, írtam már annak szöveget a, annak idején a Kronosznak, a Moszkvának, tehát úgy pár... Adás után keressél meg. Tehát írtam szövegeket, mai napig is írok szövegeket, de effektíve mindig arra mentünk rá, hogy valami olyan szöveget tenni, ami mondjuk megállja a helyét egy magyar irodalomban is. És arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy te tudsz olyan versedet, amit mondjuk azt mondod, hogy nem énekelve, de mondjuk egy refrént elmondani belőle, ami nem énekelve, hanem mondjuk akár szavalva. Persze, az anyám tyúkját elmondani prózába, de nem jellemző, nem. Tehát nem, nem szoktunk. Jó, tehát akkor végülis ketten vagy hárman írjátok ezeket a szövegeket. Így van. Van-e valami, ami tényleg most bejöttél, és figyelj, az van, hogy láttam egy fekete hajú, nagyon szép lányt, akinek WC papír volt a lába alatt, ezt énekeljük mindig meg. Mindig vagy... látom. Persze, vannak adott témák, ugye az élet hoz mindig adott témát, és akkor én elgondolom, hogy miről szeretnék hallani, és akkor van ez a két barátom, aki nagyon-nagyon profin ezt megcsinálják, és ha van valami, amit én átírok benne, akkor, vagy nem úgy tetszik, akkor addig csiszoljuk még. Az színpadképes. És akkor próbálják egy kicsit a te képedre. Persze, abszolút, belelátnak a lelkembe, másképp nem lehet. Tehát, hogyha ugye, ha csak arra gondolunk, hogy nagyon-nagyon sok előadó énekes van a pályán, ugye, és akkor jönnek, hogy itt, hogy megjelent az első lemezem, hát nem tudjuk, mi az a céljú skál, és akkor már két tempóval dalt ír. Tehát ilyen nincs, tehát én ezt nem gondolom, hogy ilyen létezik. Ott vannak kitűnő szakemberek mögöttük, és megcsinálják nekik. Persze, nagyon persze, profi persze. Módon. Ez így van egyébként. Én nekem is van segítségem, tehát ez én sem kezdenék bele úgy szövegírásba egyébként, hogy majd én megzenésítem, mivel nyilván nem értek hozzá, tehát hogy nem hallom a dolgot. Tudom, hogy kell jó verset írni, forgatókönyvet, egyebeket, és gyakorlatilag ugye megjött a kollégina közbe, és innentől kezdve belekezdhetünk ebbe a dologba. És egyébként ez onnan származik igazából, hogy volt, én meseverseket írtam, meg ilyen mese történeteket, és az egyiket megzenésítették, és ez onnan indult el igazából, hogy ez mennyire jó, érted, ez a történet, és akkor csináljunk akkor valami zenei beültetés is a dologba. De mondom, inkább ezt a líraiságára mentünk rá akkor, hogy csináljunk ki, és aztán mostanában úgy nem nagyon volt rá idő, de ez mindig érdekes egy ilyen dalszövegírás. Mostanában maradt a próza. Igen, de mindig érdekes egyébként ez, mert tehát egy dalszövegírás mindig valamilyen élményből kell, hogy fakadjon. Vagy legalább, igen. Tehát köztes állapot nincs. Vagy legalább egy gondolata legyen az embernek, mert ugye kicsit leül elmélkedni, vagy mit tudom én, nem is azt csinálja, hogy csak úgy szalad, rohan egyéb, hanem figyelmes dolgokra, illetve megtalálja el egy stílust, akkor nem biztos, hogy elő fog jönni az a dolog, mit tudom én, holnap, és abból fog írni, de lehetséges, hogy nekem pont az érzésem van, hogy voltam, amikor 7 éves voltam, 8 éves, és volt valami az életemben, ami megfogott engem. És akkor nem nagyon foglalkoztam ezzel a dologgal, de mondjuk 20 évesen eszembe jutott, hogy engem az volt, megfogott, ugye? Igen, és hogy érdekes volt, és hogy ezt be lehetne szűni valamibe. És lehetséges, hogy ez egy reklám volt, egy rosszul előtt reklám, amit a tévében láttam, lehetséges, hogy ez egy állat volt, ami engem megfogott, vagy valami, és ez alapján tud az ember, vagy olyan dolog, amitől féltél, és később már máshogy látod felnőtt szemmel. Persze, külső ingereknek lenni kell, tehát anélkül nem lehet szöveget írni. Hát ugye, ha megfigyeled, akár milyen stílusról beszélünk a magyar pop szakmában, tehát ahhoz, hogy egy jó minőségű lemezt készítsél, hát az nem egy-két hét. Igen, nem egy-két hónap, tehát van, aki évekig készíti, hogy az olyan legyen, tehát ez nem véletlenül így van. Így van. De egyébként van olyan mulatós, akik egy éven kijön 4 nagy lemeze. Hát van ilyen is, erről is van példa, persze. Az mégis van rajta 20 szám. Eldöntik, igen, hogy... Hát figyelj, a közönség eldönti, hogy ki az, aki ott marad az élbolyba, ki az, aki piacon igen. Tud. De hogy vagy ezzel egyébként? Tehát, hogy hány lemezed van eddig? Nekem még nincs lemezem, tehát nem jó, de trakok vannak már. Trackok vannak. Track nagyon sok van, aztán az mindig a helyi közönség hangulatától függően állítom ezt, hogy milyen dalokat, mennyi saját mutát tegyek bele, mennyi feldolgozást, és így tovább. Teljesen sok jó trackon van. A következő rendezvényen elfogom ezt a trackosat, ez nagyon tetszik. Na, ugye, tanultál tőle is valamit. Igen, mert mindig tanul az ember. Jóban is voltik tanul. Igen, pár hete
voltam fellépni egy rendezvényen, egy elég nagy rendezvényen, és kint volt a komplett hadsereg egyébként, és ott voltak a katonák is, és annyira jó dolgokat meséltek amúgy, és sírtam rajtuk a nevetéstől, mik zajlanak ugye bent a laktanyába. Hát a következő mondjuk ugye ilyen stand-upnál, ugye én ezt előadtam, hogy mik voltak bent, és hát mindenki teljesen le volt döbbenve, és röhögött, és egyéb, hát elképesztő, tehát ott derül ki, hogy tudod, hogy lehet kivízű bort inni. Tehát ez a palackos bor plusz bolero, tehát hihetetlen, mik zajlanak a laktanyába egyébként. Hát teljesen, még a könnyem is folyt tőle, mondom, hogy nincsen még a mesébe se amúgy, hogy ilyen van. Na, szóval, hogy de megesik, érted? Tehát csak ilyen apró intermedzóként. És ezért is öröm, hogy ilyesmiket elmondasz, ez a Balázspali történet, de trackos, ez valami hihetetlen sztori. Tehát, ugye? De van, tehát van ilyen, igen, ez jó. Ebből lehet, hogy majd fog születni egy új dal. Igen, ez amikor Balázspali voltam, édesanyám, akkor akár láttál. Képzeld el, most egy hétvégén voltunk Szlovákiában, és egy kedves kollégámnak a férje, aki kamionos, utazott velünk az autóba, és akkor ugye rádiózásról beszélgettünk, és mondta, hogy annak idén ugye a Hofi is már ezen a rádiózáson poénkodott, hogy meg kell tanulni a komoly szavakat, ugye sávelhúzódás, sávelzáródás, és azt mondja, sok ostoba ember, aki beül a rádióba, miért ilyeneket tesznek bele? Hát mondjuk ki azt, hogy hurka, azt tudja mindenki. Jól mondom? Igen. Ez most csak egy poén, ezen én két napig röhögtem, most lehet, hogy a kedves hallgatók nem fognak rajta nevetni, de hát ezen én két napig el voltam. De figyelj, azért Szlovákiában mindig érdekes a történet, és voltam ott fellépni, és izgultam, hogy szót nem tudok román, idei szlovákul, tehát ő most kihívtak, hogy tornalja, rendezvény van, tessék akkor. Hát, jó, de... Nagy levegő. Igen. De mondom, figyeljetek, gyerekek, az, hogy szóval nem tudok szlovákot, hát hogy... És mondták, hogy ne izguljak, mindenki beszél magyarul. Jó van. Elkezdtem ugye tölni a rizsát. Egy a fél társaság az úgy röhögött is meg. Egy másik fél, amikor tán... Passzizdász. Tehát, hogy most... most ez micsoda? Csak mondom, figyelj, biztos vágják, hogy mi van? Azt mondja, hát az a szlovákok. Hát mondom, ez is Szlovákia, tehát nem jellemző, hogy ilyen is van. És akkor mondja izé a srác, akkor hozunk egy tolmácsot, mondom, stand-up hozzá, mondom, ezt komolyan mondjátok, és hoztak egy tolmácsot, és így toltam ott a poént, és egyre érdekes, hogy megálltam, kicsit csöndben maradtam, és ő elmondta izé a tolmács, és akkor következő szituáció. És a következő szituáció a... Igen, tehát ez dáltam, hogy hát várjátok, nem tudok mit csinálni, ugye ez a korlát, hogy most mit csináljál, érted? Aztán végén arra gondoltam, hogy na jó, gyerekek, ez így nem jó. Az van, hogy akkor nem beszélek sem magyarul, sem szlovákul, mimikázunk. És akkor csak így arcmimikázva nyomtam végig az utolsó 20 percet, na az ott sírás volt, tehát az ott nagyon tetszett. Az jó, az jó. Igen, úgyhogy hál' Isten, életemben nem csináltam olyat, de az ott tetszett az embereknek, úgyhogy az jó volt. És na ezzel sikerült a végét kihúzni valamilyen nagy szinten. Nagy igen. Na, közben pedig akkor lassan-lassan én azt mondom, hogy el is köszönnénk, hiszen ugye... Hát nekünk ugye jön majd a következő vendég. Hát kedves Sanci, az a helyzet, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk, hol lesz ellátható legközelebb. Még azt mondd el nekünk. Jövő hét 28-a Csepel Zambó Jimmy díjátadó gálán leszek látható és hallható. Nagyon-nagyon sok, 30-35 sztár fellépő lesz, azt hiszem, ha jól tudom. Az teljesen jó egyébként. Ez a Csepel, ez nem a motorbicikli, ez tehát... Nem. Énekelni fogunk talán a hármas trecket is. Jó, rendben. Na, hát akkor menjünk tovább zenével, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm itt voltál. A lehetőség. És hát természetesen egyszer az jó lenne, hogyha össze tudnánk menni majd egy ilyen nagy mulatós bulira, ami te ott vagy. Rajtam nem fog múlni. Jó, mi pedig köszönjük szépen, menjünk tovább, addig is zenélünk egy kicsit, sziasztok!